Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, remélem, hogy jó másfél óra hosszát fogunk együtt eltölteni. Igyekszem egy csomó információt átadni, de nyilván nem mindent. Látom a beharangozóban, hogy itt indiai vendég fogadásától kezdve mindent beígértek, tehát azt nyilván nem fogom tudni elmondani, szóval azt gondolom, hogy sejtik, hogy másfél óra hosszában nem fér bele, mert én egész napot szeretek beszélni, szóval ahhoz képest eléggé most meg vagyok itten korlátozva. De az alapokat azért szeretném elmondani, mert hogyha amit elmondok ma, ez mindenkinek átmenne, sokkal egyszerűbben élhetnénk ezen a földön. Hiszen az együtt élésről beszélünk, és nem akkor érzem jól magam, hogyha leütöm a másikat, hanem hogyha valahogy beszélgetek vele, valahogy ez az együttélésünknek a kultúrájáról akarok beszélni. Ugye a cím ugye az Európaiság Hitelesség Protokoll, ugye Európaiság, ez nem azt jelenti, hogy Európa Uniós tagság, hanem azt jelenti, hogy ez a több száz éve ide belénk rakodó viselkedési konvenciók, normák. Azt mondom, hogy Európaiság, tehát valahol ez a kultúránkból adódó. És ezeket a belső hangot az is tudja, aki erről nem hallott még harangozni se. Mikor a kocsmában a két férrészek fölkönnyököl szociálisan alul kultúrát, és a másik leköpi a tökmagot, azt mondja, figyeld már, ez milyen bunkó. Tehát az, hogy ki a neveletlen, az is tudja, aki egyébként. Tehát ezek annyira mélyen belévódnak, hogy mit tudom, én állok a buszon a szatyrokkal. Lányok, ez egy női metamorfózis, mindig szatyrokkal megyünk haza. Hova lesz? Na mindegy. Állok on, a gyerek ül a buszon, néz kifelé, lehajtja a fejét és elvörösödik, de nem adja hát a helyét. De mivel elvörösödött, van remény az Európai Unióra. Mert ez a belső hang, ez mindenkinek az elsőt, ha jót mondja. És mondom, azért Európaiság, mert ez mindenkit is. Ebben bármi valami kis gigszer van, abban a percben általánosítunk, hogy hogy működik, ha 10 emberből 9 jól viselkedik, egy meg nem, akkor azt mondjuk, hogy ezek. Pedig ez nem így van, hanem az egy rosszat gondoljuk általánosításnak. Nos, tehát a hitelesség szempontjából, hogyha ebben téveztek, akkor már ott nagy baj van. Tehát, hogy a tanítónéni a gyönyör 52 évesen mini szoknyába kiáll, mert szép a lába, a gyerek meg tegnap láttam a tanítónéni bugyiját. Szóval nem tud más nézni. Tehát fontos dolog a hitelesség szempontjából egy-két normát betartani. Az európaiság, tehát nem olyan nagy kunc, mert mindenki tudja. Az amerikaiságról azért mondanék én egy pár szót, mert most már az egész világon mindenki amerikai. Már Hongkongban is zsebbedugott kéz, rágógumi, elölgumis, baseball sapka. Hát én nem tudom, de lányok, megáll velünk szemben egy férfi zsebbedugott kézzel, ráadásul így profilból. Hát nem megindul ez a belső hang, hogyha velem beszélsz, vedd ki a zsebedből a kezed, ne? A rágógumi, hát ebben meg kérem szépen manifesztálható a kultúrák közti különbség, mert Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, ugye kétsével, mert ikessége. De az európaiság miért nem viselem, az azt mondja mindenkinek ez a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal, ne beszélj gyerekem. Ön meg a szájába, a telefonba csattant is, és akihez beszélnek, annak se illik enni. Hát egy legborzasztóbb példa, ez pontosan egy éve volt, amikor az a szerencsétlen rendőr őrnagyot lemészárolta az a fasisztoid őrült, és aznap este sajtótájékoztatót tartottak, elnöki asztal, vonult be tech parancsnok, ilyen kapitány, olyan minden, és az elnöki asztalon egy kis hercig vázában pár szál virág, és egy tál pogácsa. És akkor meghalt az ő, ki fogja azt enni? Szóval engem ez a rágógumi különben is. Egyszer vártam egy tévéfölvételre, szétszed a média. Na mindegy, hagyom. És hogy gyülekeztünk, és odajött hozzám egy másik műsorvezető, egy fiatal, szimpatikus férfi, hogy már milyen régen meg akart engem ismerni, meg mennyire ül, hogy lát, mondom, akkor meg miért rágózik. Hát már az Obama is rágózik, mondtam engem, az nem érdekel. Hát, a Corvinuson voltak, volt 12 éven keresztül kurzusaim voltak, és ott valamelyik gyereknek nekem rágozott, mondom, fogadjunk, az első órán nem volt, mert nálam ilyen föl nem merült. Na, a fogalmakról csak nagyon keveset, hogy a viselkedés kultúra, az a napi kommunikációnk szerves része, az reggel, délbe, este mindig van, grófeknál még egy szaka is.
A protokoll az már valamilyen szempont szerint szervezet. Üzleti protokoll, diplomáciai protokoll, egyházi protokoll, már valami célra irányul dolog, és a protokoll az egész világon egyforma, és az benne a nagyon érdekes, hogy a protokoll az eltérések is jelentenek valamit. Tehát, hogy a protokoll azért fontos az egész világon, mert ha valaki valamit nem jól csinál, annak is jelentése van. A két ország nagykövete nem fog egymással kezet, a két ország háborús állapotban van, tehát ennyire jelzésértékű. A harmadik fogalom az etikett, magyarul az etikett, ez az ilyen nagyon túlszabályozott, nagyon ceremoniális, hétköznap ilyen nincsen, be lehetne pusztulni, egy esküvői ceremóniának etikettje van, a lakodalomnak megviselkedés kultúrája. Hát egy darabig, csak szoktam. Na, az európaiságot az kettő ábrán szeretnék ezen végigmenni. Mondom, nincsen túl sok időm, de a legfontosabbakat elmondanám. Mindjárt a figurával, a pozitív az kifejezéssel kell indítani. Ugyanis bárkivel, bármikor én kommunikációba kezdek, azért kezdek el vele beszélgetni, hogy meggyőzzem, rábeszéljem, tehát pozitív céllal. És ki az, aki engem meg tud győzni, akit előtte érzelmileg elfogadok. Nem kell ilyen big love, meg csak szimpatikus vagy nem. Bemegyünk, lányok, egy hentes, az ott áll két hentes. Egyik ilyen keskeny csípejű, szügyik ki gombolt. A másik egy kövér, piros sorú bácsi, hát valljuk be női gyengeség, míg én is. Hát a keskeny csípejűnél kezdtem, hogy jó napot, friss ma a karaj? Friss. Azt mondta az a kövér, piros sorú bácsi, hogy szép asszony, csókolom. Azt mondta, nézze már meg ezt a karajt. Reggel ez még röfögött, csókolom. Melyiktől veszük meg azt a karajt, nem? És ezzel az a baj, hogy ez nem jön magától, ezt nem lehet megvenni a boltba. Ezt otthon reggel kell elérni, mert ugye ez most meg nem is divat. Az a divat most olyan érdekes arca van, ilyen megcsinált szájjal, ilyen... Hát én nem tudom, hogy ez az ilyen, jaj, de fáj a fejem. Mit csinálunk, adunk neki egy gyógyszer tovább, mit? Vagy ez a, jaj, de fáradt vagyok, menjél haza. Szóval az emberiség egyik fele nem azért van, hogy a másikat dajkálja. Tehát otthon ezt úgy kell elérni. Na most én tudom, hölgyeim, uraim, nem minden nap ébredünk úgy föl, hogy szerda van. Szóval nem önt el mindig egy ilyen földön túli örömmel bennünket, de akkor is szerda van. Tehát így van szerda, vagy így van szerda, ez csak én tőlem függ. Nem egyszerű, gondolják el én, reggel 6-kor benézek a tükörbe. Kihívás. Hát már úgy hagyom magam, minek jövök el otthonról, már nem érdem. Ez otthon kell csinálni, amit mondok egy-két csodaszert. Női csodaszernek az a neve, hölgyeim, hogy alapozó, krémpuder. Aki nem azt szeret sminkelni, ne sminkeljen, de azért egy kevés, amikor karikás, meg minden, szépen úgy elsimítjuk. Szemöldök, az a fiúknak is kell. Emlékeznek, uraim, a Leonyid Iljicsesre? Miért kell a szemöldök? Mert mihelyt én abban a szerepben lépek föl, hogy tanítok, hogy orvos vagyok, hogy a tanult ember minőségemben lépek fel, abban a percben nem a férfi a győztes és nem a nő, hanem a tanult ember. A tanult embernek hiszem el, hogy tudja, hogy én tőle egyáltalán mit kérdezek. Az meg hol jön ki? A homlokon. Hát én nekem gyengém a kopaszodó férfiak, őszintén megmondom, az ész helye, ne? Amikor egyik-másik képviselőnk úgy befésült-e, és akkor keressük Petőfit. Vagy amikor látunk karikatúrán szőke, mert a szőkenő az nem hajszín, hanem állapot. Ide bezuhan a haja, hogy hajam van, agyam nincs. Tehát minél inkább a homlokot kell láttatni. A férfiak csodaszere. Egy friss fejmosás, egy másfajta aftershave, és uraim, a tanult ember szerepben minden nap meg kell borotválkozni. Ha arcőrzet lássa mellette, hogy ápolja, ugyanis van ez a műborosta típus, ami nem borostássá válik, hanem nyírja a víz, hogy ha már matad, miért nem vagy. Ez a műborosta egy nonverbális jel, ez a Latin lover. Ez a banderászék kezdték el, hogy nonverbálisan sugalják, hogy olyan éjszakán volt. Nem volt időm megborotválkozni. Én egy ilyen műborostásat megláttam, keresem mindjárt az aranykarláncot, mert szervesen összefügg, és nem mondok neki hosszú szavakat. Hát meg eleink, hát már látjuk őket 20 éve. És a férfiak, ahogy öregszenek, ez Kállai Ferenc színművészünk mondta, hogy a férfiak fejre híznak, olyan kammacska fejük lesz, és hogy elfogy a nyaka, és ide bekammacskásodik ez az egész, hogy ne látszódjon, ráengedi, hát, ha majd a borostától nem látszik. Ez meg ilyen abásza onnan jön legerite. Tehát lehet ez, ami most hát a fiatalok nem tudnak meglenni nélkül a fiatalok, de azt lássam, hogy az körbe van dolgozva. Meg amikor már kezd őszülni, akkor már nem egészen oké. Na, mindegy.
egyenes terék. Tehát ez vannak ilyen trükkök, hogy szerda van. Vannak, amikben az embernek saját magát kell fő, nem lehet megtalálni másképp. Na, az ábra lényeg az első félméteres, első intim zóna burok. Ebben nem szeretjük, ha valaki belejön. Amikor valaki közelebb áll, akkor hátrálunk. Ő megjön utánam, ugyanis vagy szemhibás és nem érzi, vagy olyan kultúrkörből jön erősen katolizáló, vagy iszlám, ahol ez szokás. Tehát ne hátráljunk, hanem esetleg egy ilyen kis félrefordulás, de ami a hiper-szuper, aki csak teheti, A4-es mappanél lépés, nem megyünk se. És akkor innen számítja. Na, ez egy európai távolság, ez távol keleten, tehát sintoista, taoista, buddhista vallásnál eleve 70 centi, és ahogy mondják, hogy kőből van, hogy a kezet se fognak. Egy kínai partnert hátba vereget, meghal, nem érdekel. Hol van ennek szerepe, ennek a fél méternek? Egyrészt, amikor egy tárgyalóasztalhoz le kell ülni, vagy egy elnöki asztalhoz le kell ülni, akkor a szék középtől a következő szék közepéig meg kell lenni a 70 centinek. Mert mi van, ha nincs meg? Alakul most mindenféle új párt, meg mozgalom, és akkor kiülnek elnökségbe, és akkor meg én is itt rogyatoznak. És mivel nem fér el, átmegy ilyen kocka cukora dobozba, mert nem férte. Átlagember ilyenkor mit csinál? Hátradől. Mert így már nem elnökség, csak beugrottam el sorra a gyerekek. Akkor vagyok elnökség, ha könyöktől fönn van a kezem. Így meg már csak idejöttem megyek. Na most a karosszék, az azért, mert a karosszék az intim zóna határos, hogy Demi Rózsi is megmondta, hogy nem illik átfolyni rajta, az addig tart, csak eléggé kényelmetlen meg ki kell húzni, meg be kell húzni. Meg a karosszéknek van egy ilyen túlburjázott variation, amikor a karosszék forog és billeg. Egyszer egy nagyon nagy bank elnökénél voltam tanácsadásom, már nem ő az elnök, nem érdekes, és ő kezdte, hogy nézzem meg, milyen szép új garnitúrája van, forog billeg. Elnök úr, nézzük meg, miért nem jó ez. Leül, foglaljon helyet, elnök úr, leül, mondom, elnök úrnak mennyi a fizetése? Miket tud kérdezni? És beindult a feneke. Vagy a tévébe a politikuskám kitámasztja a két talpát, kitámasztja a kérdést, hogy be ne induljon a feneke, de még ő is kap olyan kérdést, hogy beindul. És akkor én már tudom, hogy hazudik, nem? Tehát ebből a forgófotelből nem igaz, ebből nem nagyon lehet beszélgetni. Na, étkezésnél meg a 80 centi kell, mert ugye a kezünk is jár. És egy ilyen falusi lócás lagzi, mikor 40 centin van, és a mellettem ülő elmegy táncolni, mi az első mozdulatunk? A másik, amikor találkozik két ember, ne haragudjon, uram, megérhetném, hogy egy percre jöjjön már föl segíteni nekem, mert ha én lemegyek, nem látnak. Csak egy 3 perc lesz. Milyen messze állunk meg? Ha én itt állok így meg, megmondom őszintén, 20 éven más arcot vágtak a férfiak. A 2,5 méter, meg ez a... Majd beszélünk, olyan semmilyen se. Ez a kényelmes, ugye? Köszönöm szépen. Ez a 70 centire körülbelül belapad ez a két burok. Ott van ez a burok. Kinek van joga ezt fölvágni? Ki nyújt előre kezet? Hát aki a fölé rendelt. Ki a fölé rendelt? Európaiságban a férfivel szemben a nő fölé rendelt. Ugye Mária Kótoszlov akkor minden benne van, nem az egész világon a nő a fölé rendelt. Vannak ilyen hímsoviniszta közösségek. A legrosszabb ebből Korea. Koreában, hogyha egy férfi felszáll a buszra, a nők átadják neki a helyüket. Szóval Koreában a nő a sertés meg a tyúk közé. És mindegy, hogy észak vagy dél egyébként, csak teszem hozzá. Egyébként gyakran régebben, hogy a kurzusaim voltak a Horvinuson, most már nem járok, de el szoktam menni ilyen szakkollégiumokba, és most ezek a lángagyú 21 éves egyetemisták, vagy 20 évesek, és akkor, hogy a nő a fölé rendelt, és a gender, vagy gender, hát mondom, majd kinövi. Az én korosztályom kinőtte Zarathustrát, ti meg kinövitek ezt a gendert. Majd ez elmúlik. Tehát ez, na mindegy, erről nem akarok már félre menni, mert így is nagyon kevés az időm. Tehát azt mondja a férfi alárendelt, hogy jó napot kívánok, Szabó Gáspár vagyok, és urak, nem nyújtja a kezét. A nő mondja azt, hogy jó napot kívánok, Görög Ibolya. Ha nekem egy férfi előre nyújt, akkor a kezére nézek meg vissza, és elfogadom, mert ha nyújtja felém, és nem fogadom el, az oly mértékű sértés, hogy jobb kocsmába a bics kapattan a zsebbű kifele. Ez akkor módosul, hogyha az azonos szervezeten belül a férfi túlságosan nagyon sokkal magasabb rangú. Egyik miniszterelnököm, mert 7 miniszterelnököt szolgáltam, 87-től 99. március 12-ig. Abban az időszakban nagy volt a fluktuáció, gyorsan jöttek. Egyikhez sem mentem oda, hogy hát miniszterelnök úr, hogy van, hanem nyilván megvártam, még ő nyújt.
mert ugye főnököm volt. Ha most találkozni kéten egy miniszterrel, akkor meg én nyújtanék előre, mert nekem már ő nem a minisztériumában dolgozom címmel. És a másik kivétel, és ezt mindenki tudja is és gyakorolja is, mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. És mindegy, hogy férfi vagy nő. Mit tudom én, Szili Katalin volt házelnök, most kormánytanácsos. Lemegy, mit tudom én, Lajos Mizsére a polgármester, az a polgármester nyújt, mert én fogadnak. Mindig a fogadó fél nyújt elsőnek. Mi van akkor, ha ő nem nyújtja? Egyáltalán, hogy kell bemenni valahova? Tehát felnőttek vagyunk, persze rutinunk van, de sokszor azért beszakad a madzag. Vagy fiatalabbaknak ugye állásinterjúra kell menni folyosón, hogy hát mindegy. Jaj, de kínos lesz. Na mindegy, bemegyek. Jó napot kívánok. Mi mentem be? Azt mondom a folyosón, hogy ez most nagyon kínos lesz, de nem baj. Demér Rózsi is megmondta, ma lesz a holnap tegnapja. Ez már mindjárt el fog múlni, mert okos vagyok, és győzni jöttem. Bekopogok, és benyitok. A munkahelyen koppintunk, benyitunk, mert feltétlenül nem magántevékenység van. Benne, igen, akkor meg azt úgyis megmondta már valaki. Tehát benézek, jó napot most. Amíg ezt kimondom, meg kell keresni ki a szobagazdája. Zömmel a bejárattal szembe levő íróasztal a főtitkárnő helye, vagy ha egy van, akkor ahol az van, bemegyek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok, ezért meg ezért jöttem. Hát elejti a körömlakot, majd rémült elint, hogy menjek be, bemegyek, ott már ülnek 6-8-an, kihez menjek oda kezet fogni? Hát nem az én dolgom, állok, az azért is jó, az a mapam, hogy rajta van, igyekezem, hogy ne így maradjak itt, hanem így. És mindenkire ránézek. Jó napot kívánok, ha megbeszéltem, Görög Ibolya, jó napot kívánok. És majd valaki nyújt. De ha nem nyújt, akkor sincs semmi baj, mert a kapcsolatfölvétel része nem a kézfogás, hanem a szemkontaktus. Aki nem néz rám, az nincs ott. Ha most jönnek most a választások, ugye előtte majd járnak a nép közé, és úgy fognak kezdet, hogy a következőt nézik. Ismerik-e? Én ilyenkor megszorítom, visszanézet, elengedem, mehez tovább. Tehát a szemkontaktus kell erőltetni. De tipikus, ez a porosz bürokráciából átvett magyar szokás, hogy bennül öt férfi, bejön a hatodik, míg mindegyikkel kezet nem fog, esik át asztalon, fotelen, nem nyugszik meg. És akkor ugye, akik éppen beszélgetnek, vagy valaki beszélek, az az a... Hol is tartottunk? Mert a figyelem az nem csak, hogy leáll, hanem törlődik ez a hol is tartottunk dologa. Tehát rá kell nézni, és már el van, hogy ott állnak 6-an, 8-an. Ugye keresztben nem illik férfi, nő, idős, fiatal, hogy örülök, hogy találkoztunk, és ennyi volt. Vagy például a folyosókon egymást köszönteni kell. A köszönés sajnos megy ki a divatból. Én nagyon el vagyok képedve, az emberek nem köszönnek, pedig annyira egyszerű, aki belép, köszön. Belépek az Interspárba, köszönök. Belépek a liftbe, köszönök. És nem azért, hogy van, aki fogadja, hanem mert én köszönök, a többi a te dolgod. És hogy miért nem köszönnek ma már az emberek? Hát én őszintén megmondom, pedagógusok azok egyet fognak velem érteni leginkább. Van ez a családnevelő Spock könyv, és a Spock könyv. Hát ebből nevelik az emberiséget már vagy 70 éve, Pesti Sárványhoz mérhető hatása. Maga Spock professzor a halálos ágyán elnézést kért Amerikától ezért a könyvért. A könyv azt jelenti, hogy a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermek egyénisége teljesedjen ki. Na, ez teljesedik, bontakozik, belép az életbe, azt mondja, cselédség meg honva. A felelő szülő pont azt adja, hogy köszönj gyerekem, ha belépsz. Egyénisége még ettől nem sérül meg, de egy olyan konvencióhalmaz szép lassan ráagat a szülő, hogy utána a gyerek képes lesz győzni és sikeressé válni. Tehát ez a gyerek érdeke. Egyszer fölhívott egy nő, hogy hány éves korban kell elkezdeni a gyereket nevelni. Mondtam, ma késő. Tehát a köszönésnél. Elfben a férfi köszön a nőnek, fiatal az idősnek, de ne csináljunk rendszerűen, embereket tanítsuk megköszönni. Hát ugye 7 miniszterelnök annak idején 6-szor váltott az a kabinet iroda, és jöttek az új munkatársak a parlament, és mentek a parlament folyosóin, mint a vakegér. Hát én megmondom, köszönni csak kéne. Új fiatal kollega jön, én mondom, hogy jó napot kívánok, még vissza nem köszönt, legközelebb már 10 méterre között, vagy ha nem fogadja, mert nem fogadja. Megjegyzem, a üzleti életben mondják egy axiómaszerű igazságként, hogy a vállalati jogász nem köszön. Ha nem fogadja 26-szor se, akkor azt mondom, a büfében vagy, ha találkozunk, hogy ismerkedjünk már meg, próbáltam önnek köszöngetni, engedjen meg, Görög Ibolya vagyok. És akkor már, tehát mindenképpen köszönni kell. Viszont az ajtót kinyitják a folyosón, mert melegük van, nekem a folyosón az ajtó nincs nyitva, mert nem engem várt. Még bent dolgoztam, ott ültem, kolléganéni megáll, azt mondja,
Szia, itt vagy. Én ezt a kérdést úgy imádom, hát hol? Na, amíg ő nekem nem szól ki, nincs kinyitva az ajtó. Ugye egy szobában több íróasztal. Az annyi külön szoba, az az ő kis privacy-e. A dossziém sarka nem érhet, mert akkor ide pakol, az az ősze, és akkor lehet beszélgetni, ha fölnéz. Ha nem akar, nem néz. Tehát a szemkontaktust kell öltetni. Na, a kézfogás az általános ismeretek. A férfi mindig feláll kézfogáshoz, a nő meg ahhoz képest, hogy milyen minőségemben vagyok ott. Ha csak simán nőként, tehát társaságban, baráti körben, akkor fölnyújtom a kezem. Ha meg a tanult ember, aki nőből van, akkor megemelkedem. És ha megemelkedtem, akkor a férfi is tudja, hogy mondjon nem mindenkünk hosszú szavakat. Na, gyakori szituáció, értekezett van. Ül körbe öt férfi meg egy nő. Hatodik férfi bejön, és minden férfivel kezet fog, a nőt meg átugorja. És nem azért menne vertem, hanem minden férfi tudja itt a zsigerbe, hogy ő egy nőnek nem nyújthat előre, pláne nem így föntről lefelé. Tehát mi van, ha ilyenkor ott ülünk, lányok? Nem kezdem el, hogy na most megint nem nyújt, fogadjunk majd, most majd megint nem nyújt, hanem azt mondom, hogy jó napot kívánok. Azt mondom, hogy szia Géza, fölnézek. És ha fölnéztem, már nem tud átugrani. Csak mondom, hogy ez egyszerűség. Ja, asztalon keresztül derékszögbe így, doktorrá fogadom. Nagyon mély lenyomulás, asztalon keresztül nem illik. Asztal mellett, vagy ha mindenkit élszakad, akkor legalább ferdén. Na, van egy típus kihaló félbe, ez az ilyen jó napot. Föl se néz a drága, ha ilyenkor elfogadom, akkor engedem, hogy engem itt jó alázzál meg. Tehát mit kell csinálni? 5 centire a karjával nyújtom az én karomat párhuzamosan, és az elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. Meg még velem is előfordul, ez a bizonyos, foglaljon helyet, ezt befejezem, foglaljon helyet. Én meg megállok az ajtóba. Én nekem, te ne integessék a lambom. Azt mondja, ne haragudjon, helyet foglal, hanem mindjárt befejezem, köszönöm, és visszam, hogy az rendben van. De ha föl sem néz, akkor nincs rendben. Na, tehát a kézfogásról konkrétan. Ugye a kézfogás minősége egy emberről elmond mindent. És hideg, vékony ez a alacsony a vérnyomásom. Hát ez már majd tápézre megy mindjárt. Ugye ez az ilyen maszek műanyag kettőtörpés, ez a kilora. És hogyha így nyújtja a kezét, akkor nem megyek be alá, hanem összeillesztem a két hajlatot, és mikor ezt ő megérzi, mindjárt ráhajlik. Tehát majd ő jön lejjebb. Át kell fogni, és kicsit meg kell szorítani. Nem szorongatni, hanem meg kell szorítani. Ha nagyon megszorítja, akkor meg nem kezdem el, hogy de jó erős keze volt, mert akkor már orrba is vágtam. Az európaiság miért nem negatív, és miért nem vág oda, mert ha oda vágok, a másik, mivel rosszat hal, becsukódik, és soha többet nem tudom meggyőzni. Tehát ilyen meta módszerek vannak. Ha nagyon szorítja, elmozdítom. Vagy lenézek, meg vissza. Tehát vannak módszerek. Uraim! Különös nagy kérésem van önökhöz. Nagyon gyakori, hogy a férfiak ezt a mutató ujjukat így becsuklom. Hát egyszer egy szállodában voltam a személyzetnek tartani, és este az igazgató lejött elköszönni tőlem, és így mondom, ezért öregasszony vagyok. Azt mondja, hogy azt tanulta Amerikában, hogy a bizalom jele. Mondtam, nem. Tehát ne nagyon menjünk. Tehát a csípőmérség, tehát a kézfogás, mondom még egyszer, mivel sok mindent elmond, ezt tudni kell helyesen. Egyébként globalizáció, kultúrák találkozása, nagyon sok kultúrában nagyon gyenge a kézfogás, ott, ahol eredendően nem volt benne a kultúrájukban. De a gyarmatosítás során tudták, hogy ilyen létezik, mondjuk például India nagyon jó példa, ott lágyan fognak. Tehát annak ne szorítsuk meg, hogy mondjuk, a szegény kém elájul. Na, mi van a kézcsókkal, mert a kézcsók nagyon jön vissza. Európaiságban része a kultúránknak, azt kell tudni róla, hogy kialakulásában nem a férfi-nő kapcsolat része volt, hanem a spanyol udvarban, amikor a főnemesek gazdagabbakká váltak, mint a király, az egyház liturgiából átvették a kézcsókot, és a király minél mélyebben tartotta, annál többet kellett hozzá hajolni, jelezvén, hogy attól a király a főnök. A franciák vittek be, hogy férfi, nő, meg is csukló, meg ilyenek. Kontinensen nem ment túl. Nagy-Britániában családon belül sem szokás. USA-ban, hát uraim, ottán még börtön is járna érte, mert molesztálásnak számít. Ha meg valaki egy japán nőnek kezet csukol, az a nő hirtelen meghal. A férje meg harakirit követel. Tehát csak mondom, hogy európaiság. És a lényeg, urak, hogy tiszteletre méltó nő, anyósuk, vagy barátnő nagymamája, tehát műfaj. A kezünket mi nők mindig kézfogásoljuk, nem így, hanem így. A férfi úgy dönt, hogy tisztelete jelöl, majd csak mindig a férfi fordítja a kézfejünket, és ilyenkor, hogy ugye hagyja, nem kell már.
nem éri meg maga, az majd kaland, de már lehet itten beszélgetni. Én azt mondom, hagyod, hamarabb szabadulsz. Megemeli maximum a nő mellégemre, jegyzem meg uraim, egy kézet, tehát nem kell kettő, olyan nagyon nem nehéz, megemelik, fölé hajolnak, és ajkaival nem érintik meg, tehát a fölé hajlás, gyönyörű a mozdulat. Nem tudom, Poirot ki szokta nézni. Na most, az európaiság azt mondja, hogy a helyi szokásokat tiszteljük, nálunk hajdani monarchia, tehát Ausztria, Magyarország, román, szerb, vagy a francia gyökerű, lengyel, orosz, ott nem úszok meg, lányok ott cuppangat, akkor nem akkor kell tűrűgetni, meg kell várni, még elfordul. Meg van, aki már ide viszi is föl, ezt ki lehet messziről szúrni, műborosta aranykarlánc. Azt a kis-kicsi kiszti hangját csókol, oson, akkor nyújtom, és ha szerintem magasságnál a felsőkaromat befeszítem, hogy akkor legalább hajoljá. Mert ha fölrángatja, és innen vadul szemez, akkor meg ne nézzünk oda. Ez a legej, lovam legej, csak mondom. Egyébként ez a késcsók az érdekes, hát én Pesten Kőbányán lakom, nem a Rózsadomb, mondjuk ennyit azért kell tudni róla. Ez átlag alsó középosztály tisztességes emberek, hogy Ibike drága, látta, hogy a miniszterelnök úr hogy megcsókolta a Merkel asszony kezét. Ő nem tudja ennek az egésznek a mikéntjét, csak valahogy fura volt neki, ugyanis Merkel asszony nem nőként volt itt, hogy leugrottam Pestre ezt azt venni, hanem ő kancellárként volt itt. Tehát a tárgyalópartnerem az nem a nő, hanem a tanult ember, aki nőből van. Ha egy másik miniszterelnök a feleségével jön, annak a keze fölé hajolhat, de a tárgyalópartnerem az nem nő, tehát ezt tudni kell. Meg azért se kezdjék el, uraim, mert társaságban már egynek, akkor már mindnek kell, szóval inkább ne kezdjék el. Ezt imádom, ezt a képet, mert itt még így meg is husimusizza. Azért valljuk be, én szerintem itt 20 éve volt valami. Szóval ez így magától így ez nem jön össze. Tehát ha már akkor a fölé hajlás elegáncia. Tehát még egyszer mondom, nem kell elkezdeni. Tehát az első, a zónák ismeretében, most ugye tovább kell gyorsan mennem, hogy hogy kell valakit kísérni. Megérkezem, és mondják nekem, hogy tessék parancsolni. Elindulok, ő utána jön, elágazik. Most merre? Balra. Most merre? Leszakad a nyaka. Hogy kell valakit szépen kísérni? Akkor kell vele kezet, akkor kell fogadófél kezet nyújtanom, hogyha hozzám jön. Vagy ha én is tárgyalok vele. Ha az, amikor oda kísérem valaki, az, akkor az a fogadófél, és nem én. Tehát jó napot kívánok! Igazgató úr, ez köszönöm, tessék parancsolni, és fél vállal megyek előtte. Picit előtte, fél vállal. Ha beszűkül, megint megyek, megint mindig előtte kell kicsinkével menni, hogy lássa, hogy hol az út. Ajtóhoz, ha érjünk, kimenjen be elsőnek, mondjuk, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. A hír igaz, tehát nyilvános hely, kocsma, művek, büfé, étterem, oda mindig a férfi lép be elsőnek, és lányok, ezt a párunk nem tudja, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra, és akkor már nyitja is. Egyszer a Facebookon írt egy fiú, hogy barátnőjét vitte el Valentin vacsorára, és az utcán, ahogy voltak, földig érő üvegablak volt az étterem, és mondja, tanárnő, én láttam, hogy az egy jó hely, hogy akkor is a férfi lép, akkor is. Na de hogyha ez nem nyilvános hely, hanem csak folyosó bármi, mikor kell előrengedni a vendéget, vagy azt a nőt? Attól függ, hogy az ajtó merre nyílik. Ha én felém nyílik, kinyitom, és előrengedem. De ma már minden ajtó amarra nyílik. Na, apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad a karja le, anyu mellette puff, az egész visszaesik. Ha az ajtó amarra nyílik, akkor az alárendelt felgyorsít, nem löki a másikat, ő gyorsít föl, és belül tartja az ajtót. Nézi, szépen bejött-e. Miniszterelnöki dolgozóban annak idején mindig én léptem be elsőnek, és nem azért, mert én voltam a legszebb dolog, én voltam. Az volt a munkám, hogy ehhez jöttél, tehát belül tartom az ajtót. Úgyhogy több probléma van, ha nekem több embert kell kísérnem, ha én megvárom, hogy bemenjen mind az öt, akkor ma a fővendég elől, hogy merre kell már menni. Tehát, hogy a fővendég átlépje a küszöbet, akkor az ajtót elengedem, legfeljebb oda mosolygok, hogy innen fogja te. És lépek a vendég elé mellé, tehát a fővendéget kísérem. A többi majd meg utolér. Melyik a fővendég, amelyik elől megy. A másik, hogy nőként kell férfi vendéget kísérni, ugye a protokoll főnök, francia nagykövet. Excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy de maga megtessék meg maga, hanem én felajánlottam, hogy nem, akkor belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem belépek, megvárom, még ő is belép, és megint megyek előtte, mellette.
Lépcsőn le lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációtól, hátrafele tudna esni, hátulról kell védeni. Elől megy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája a lálát. Uraim, övnyi szoknya alá kell. Az azért rövid eleve, hogy látszódjék, nem egy nagy kunst. Aki meg egy normál szoknyát, az 2-3 lépcsőfokkal. Nyilván nem egy rendező elv. Aki meg lefelé megy, de oda tudna esni, lentről kell védni, alárendelt, fölé rendelt. Egyszer annak idején még Antal Józseffel egy vidéki kórházban voltunk szobort avatni, és tényleg az ember lemegy 2 héttel korábban, helyszínen minden, és aznap is ugye egy kísérget, és amikor megjön a szobor, és nem lököm, hogy avassad, mert azt sem tudja, hol van, el kell vinni egy szűkebb kör, pár ember, kávé, mostona, jövünk vissza a főorvosiból, egyfordulós lépcső, én ugye elől, mögöttem miniszterelnök, miniszter, orvosi kar, minden, és utolsó 2 lépcsőfok, meg akkor még az a vágott bifokális volt, és úgy elestem. De nem így. És mondhatnám, hogy is kézzel, hogy a fenekemmel a miniszterelnök felé. Én azt mondom, és most már mindenki ezt mondja, hogy ez direkt így volt jó, mert a miniszterelnök ebből látta, hogy veszélyes helyre érünk. Tehát magunkról nem érdemes rosszakat mondani, hogy te ma rosszul nézek ki, és azt mondják, hogy tényleg. Hogy ez a leves ma nem is lett olyan jó, hát mi adott föl, ne? Nem is tudom, ez a főnök, ez a levél így jó lesz, főnök. Hát mindjárt kell írni. Azt mondom, hogy mit szól ez ma, milyen jól se került főnök. Minden baja lesz, hogy írassa át. Tehát vannak ilyen kis nyomászok. Meg például az, amire alegre, az, hogy nem tudom, ezt nem szabad kimondani a szánkon. Hogy nem tudom, a szőkenő. Utána nézek, kis türelmet kell, de az, hogy nem tudom, azt ilyeneket nem mondjuk ki. Na jó, van, már megint kezdek meré menni. Jó, jó, van még a lift. Azt mondja a magyar szólásmondás, hogy a liftbe az anyost kell beengedni előre, hát ha a fülke nincs ott. Tehát veszélyes üzemmód. Na most, hogy az a férfi belépjen a nő elé, vagy én belépjek a vendég elé, akkor lehet csak, ha nagyon nagy ajtós és belül gombos, akkor a gombnál állhat. De a moderneknél ugye megáll kívülről és tartja az ajtót jelezvén, hogy bemehetek. Na bennünket, nőket beengednek, beszállnak a férfiak. Emeletnél nyílik az ajtó, és van az ilyen, tessék parancsolni, tessék parancsolni. Hát én meg nem férek ki. Akkor az ajtóban van, akár férfi, akár nő, lépjen ki. És ha igazán úri ember, akkor nem kilépésem, hogyha nem kilép, megvárja, míg kiszállnak a nők, és aztán megy tovább. Hát ettől milyen lájulunk, nem? Hogy vigyázott ránk, milyen jó lenne, ha ez így lenne. Ezzel kapcsolatban kis megjegyzésem még. Örömmel láttam, hogy ahogy így gyülekeztek, szembe mentek be a bennülőkhöz. És még mondtak, hogy protokoll szerint így kell bemenni. A májjal kerengettek volna. Tehát nem a fenekemet nyomom az orruk alá, hanem szembe megyek befelünk. Meg gyakran kérdezik meg, hogy színházba ruhatár kabát kiveti le elsőnek. Logika. Jövünk a hidegből be a melegbe. Hogy a fölé rendelt ratos, és mondjuk egy nőre, ne melegedjen rá a kabát, a férfi azonnal lesegíti, karjára teszi, és a ruhatárba leveti a sajátját is. Kifelé meg, hogy ide korán nem elegedjen rá a nőre, a férfi fölveszi a sajátját, és legvégén adja rá a nőre. Ez lányok, hogyha a párunkkal vagyunk, akkor ne tipródjunk a ruhatárba vele, egy oszlopnál így megállunk, és akkor odahozza, csak szoktam mondani. Na, a második zóna az a másfél, az a személyi zóna, a döntés távolsága. Tehát az első zóna lényeg, ugye a kézfogása, többi, ezt végigvettük. Ez a döntéstávolság, ez azt jelenti, hogy én bárkit bármikor döntésre akarok rábírni, egy asztalnál egymással szemben kell leülni, az asztal bennünket összeköt. Hogyha fönn van az én kezem is, meg az övé is, akkor ugye meggyőzöm. Azt mondja az American Communication, hogy sarokra kell ülni, tehát bizalmasabb, ha sarkon ülünk. De ha valaki, ha én sarkon ülök, akkor nekem ez a fele nyakam szakad le, neki meg amaz a fele nyaka szakad le, és ráadásul, hogyha egy sarokra ülünk valakivel, akkor belegondolnak, óhatatlanul a székemmel kifordulok felé, igaz? És ha már kifordultam, akkor már hátra is dőlök. Akkor már sibidibidabadaba, sibihabidabeda. Asztalnál én magam is más szavakat mondok, tehát ez a meggyőzés távolsága. Egyszer voltam egy cégnél, tanácsadáson voltam, és ilyen íróasztalból T-formába jött ki a tárgyalasztal, és a házigazda, hogy fogadott engem, ugye ő jelz, hogy hova üljek le, és ennek a T-nek a szárára rakott engem le, ő meg leült velem szembe. De ez nem asztal volt, csak az a 70 centis pad. És ahogy így leültünk, összeért a fejünk meg a térdünk. És ő mit csinált? Így.
Na most, aki így ül, azzal nem lehet beszélgetni, az ilyen, elzártam otthon a gázt. Akkor figyel, mikor leteszi. Ha önökkel bárki bármikor mer így leülni, van egy technika, én ezt kipróbáltam, el kell kezdeni nézni a honnaját. Mentel lekapja a karját. Tehát a döntés távolsága a normál magassághoz. Mondom egyetemista lányoknak, hogy egy fiúval szakítani kell, olyan presszóba kell lenni, hogy normál magasságú asztal. És akkor maradjunk barátok. Tehát ahhoz kell egy asztal. Na, ahhoz kell egy asztal. A következő, ez a három és font, ez a szia, majd hívjál föl, vagy megint pulóverszak, tehát ellenséges, nem fontos. Tipikus példa az ülőgarnitúra. Ha bármikor bemennek idegen hivatali helységbe, vendégként soha nem szabad leülni a bejárattal szembe levő fotelbe. Esetleg döntő része volt, a házigazda szeret ülni. Nem tudom, ő látja a menekülő útvonalat. Lakáson meg ki lehet szúrni, hogy melyik a főnöki hely idegen lakásba. Tévével szembe, távirányító, jobban ki van ülve, körbe van morzsázva, tehát nyilván vendégként nem ülök oda le. Hogyha a házigazda engem ideültet le, itt másfél méteren belül vagyunk, de ez mindig az ő döntése. Ő akar valamit tőlem, előre is dől. Intézzem el neki, beszéljem meg vele, vagy felmondással legyen be még távolság. Engem mondjuk mobilon küldtek el, de hagyom. Ha viszont én megyek bármi ügyben, automatikusan szembefotelbe foglaljon helyet. Hogy lehet innen szembefotelbe, ugye távolság köztünk a dohányzat, minden, hogy lehet innen győzni? Ezt azért mesélem, mert mindig messze meg ezt csak átéltem, öregkor előnye sok mindent éltünk már. Na, valamikor mondták 20 év, vagy kösek életbiztosítást, örökösöm nincs, nem kötök. De ilyen a cég legalább fogad. Hát a parlamentben rendeltem be. Az ember a háttérrel eldönt, hogy kivel ülünk le a presszóba, kivel a Tiszaparton. Na mondom, átér a Kossuth téren, majd csak összemegy. Üzletkötő megjelent, innyakendő öltöny, tiszta cipő. Uraim, ez a gyengém. Csillogó férfi cipő, hát én már mindent elhiszek neki. És mert nem akartam kötni, a szembe fotelbe tettem le, és vártam, hogy ő majd jön engem erre rábeszélni. Én meg majd megyek, mert én meg nem akarok kötni. Tarult az ember, mit csinált? Kedves Ibolya, ez a térmélyezet, ez a parlament, Ibolya maga minden nap ide belépett, ez a márvány, ez az arany, meg ez a protokoll, kedves Ibolya, milyen érdekes munka lehet. Én meg szép lassan kezdtem előredőlni, és megkötöttem a biztosítást. Hát én tudtam, hogy manipulál, hát tanult szakmám, de nem lehet elnálni. Lányok, ott kell otthon egy új szekrénysor, apu mondjuk pecás. Ültök és hogy apukám, tegnap a bolt kilakatában láttam egy olyan orsót, hogy három pöcök áll ki. Apukám, miért áll ki egy orsóból három pöcök? Tudod, anyukám? Há, jöhet a szekrénysor. Tehát megvárni még ő dől előre. Ha már itt tartunk, hogy ülőgarnitúra, ugye vendéget kínálni, na most, amit én elmondok, ez tulajdonképpen üzletéletben az egész kicsit másképpen szoktam elmondani, de otthon is jön valaki. És nincs, a Jean éppen kimenős, tehát nincs, aki behozza, akkor a házigazda még állva kérdezze meg, hogy mit kérnek, majd odahozza, és utána ül le, mert ha leül, akkor már késő, akkor már nem kérek semmit. Ugye mit lehet ilyenkor, ha bármikor mennek bárhova, és megkérdezik, hogy mit kérnek, mindig kell kérni, ha más nem egy pohár vizet. Azt mondom, én köszönöm, nem kérek semmit. Ő meg már majd bekávézik, akkor ő hogy így azt a szök kávét? Ha más nem kell kérni egy pohár vizet. Na, mit szoktak kínálni a kávé? Hogy nézen ki a kávé? Európai Unió és a fekete kávé. Kis tányér, csésze füle jobbra. Jobbra a kanál, és balra van három szem cukor. És nem zacskós, mert mi van, hogy a zacskóval kapja meg a vendég? Ugye beszélgetünk, és ugye az acskót neki föl kell szakítani, oppa, az egész már ki. Ugye a papírt hova tegye? Hát a csésze mellé. Fölemeli ezt a kávét teszin. Nem tudom, ezt kitalálta ki. Egy vagyont keresett vele. Na végül fölszakad, meg nem lehet önteni, mert akkor alá megy, ez így húpantani lehet. Ugye hova tegye egy csésze mellé? A csészét fölemeli, ez a kettő összecsúszik. Miért nem jó ez? Mert miközben ő ezzel el van, azt mondja neki a másik, hogy maga megölte a szomszédját. Igen, halovány fogalma nincs, mit beszélnek hozzá.
És a kávé mellé, ami az a kávétészín üssekő, most már az lehet, de amihez ragaszkodom, hogy a kávé mellé le kell tenni egy kis pohár vizet. És nem azért, mert a bécsi kávézó meg a flanc, hanem beérnek reggel a munkahelyükre. Jaj, egy kávét. Megisszák? Semmi. Még egy kávét. Semmi. Mármint a Katiba a gyerek így állnak, és még mindig nem ébredtek föl se, hogy se. A legelső kávét a sűrű fekete bemegy, rá kell dobni egy pohár folyadékot, mert az szétoldja, fölébredek, és kiveszi a szájból a kávészagot. Egy rosszindulatú szomszédasszonynak a kávé mellé a víz ott marad. Szóval csak szoktam mondani, hogy ez azért az nem állt. Na, a üdítőknél azt mondanám, hogy ha egy mód van, akkor kerüljük az ilyen Fanta, meg kóla, egyéb ilyen böfisztető, fogatromboló dolgokat, ásványvíz és gyümölcslevek, hogyha már egyáltalán lehet ezt kérni. Mi van az alkohollal? Ez gyakorta van, tudom, pedagógus elmecsalátlátogatása, vagy biztosítási ügynök megy a családhoz, ugye, biztosítási ügyekben, és akkor a család férfi, a családból a férfi, hogy nem kérek kis pálinkát, olyan finom kis házi pálinkát. Látszik rajta, hogy majd meg szakad, hogy ihasson, de anyu nem engedi meg neki, de majd most, ha vendég jön, hát ha megenged. Na most, amikor látszik rajta, hogy ma tényleg nagyon akar, jó, akkor elfogadom, és akkor megemelem, és lerakom. De nem kezd meginni, megemelem, kellemes illatot, most lerakom. Ő neki nem fog föltűnni, mert akkor ő még egyet tölt magának. Nem kell olyan nagyon félni tőle. De egyébként az alkoholt általában 6 óra előtt nem igen szoktunk otthon sem. Most nem úgy, este 6 előtt nem igen szoktunk kínálni. A rácsa meg egyebeknél, hogy ez a pogácsa effektus, hogyha hivatalosan kell nekem beszélgetni, mondom, pedagógusként családlátogatás, mert Árminka igen gyenge. Az anyja is tudja, ezért süt friss zserbót, és kiteszi. Ugye 8 réteg, hú, ez komoly. Dió. Dió is van, az a csoki a tete. Elveszi az agyam. Tehát, hogyha ez ott van, akkor jaj, zserbó, derégettem, tegyük arrébb, mert nem fogok tudni figyelni, hogy a végén eszünk, jó? Vagy csomagol egy pár darabot. Tehát, bár ha ott hagyom, akkor nem tudom elmondani, hogy Árminkával mi a baj, mert ott van az a zserbó. Tehát csak szoktam mondani, hogy rácsátok, akkor adjunk be, amikor fecsegünk. Akkor lehet rácsátok, de egyébként nem éri meg, mondja, ropi is röpül a szájból, minden, szóval nem szoktam javasolni. Na, a másik ábra, és ezzel akarnék még mindenféleképpen foglalkozni. Az első benyomás értéke, ez azért kell tudni, mert az első benyomás az intelligenciát függetlenül mindenkire hat. Mit hiszek el elsőre? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki. Ebből a verbális rész az csak 7%. Elsőre senki nem azt hiszi el. Sokkal inkább elhiszi, hogy mondom. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy kint lesz meglepetés, vagy amikor meg visszajön lesz meglepetés. Ha meg azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki! Konkrétan mást mondtam, tehát milyen hangsúllyal beszélünk. Ez azért nagyon fontos, mert intelligencia függő, hogy milyen hamar érek vissza. Hát aki még emlékszik, annak idején hangkis elemérnek. Hát nekem le kellett kötni magam, hogy a hebegésén átvergődjen magam, mert ugye mert akartam figyelni. Meg ez a vokalitás annyira, hát én a konyhából megmondom, melyik párt beszél. Tehát annyira beütöm. Milyen vokális hibák, amik ellen próbáljunk meg kollektíven harcolni? Az egyik az ilyen umbugyurbsznek, mogyugyrúl. Nincs benne magánhangzós, sem mogyugyurbsznek. Nem értem. A túl lassú, meg azért nem jó, mert mindenki belealszik. Ha bárkinek ütemezési gondja van, szoktam magamat is nevelni a gyorsbeszédemmel, minden egyes szótagot ki kell kopogni. Így meg nyilván nem lehet senkivel sem tárgyalni. Lehet tenyérbe kopogni, ember utána meg agyba kopog. Ami nem megoldás, hogy hát én ilyen vagyok. Ez mondjuk engem nem érdekel. A másik vokális hiba, ez a fejhang, ez a mizu-mizu, két kicsi legó, összeillenk, mond két kicsi legó. Hát ez nagyon szőke. Telefonban ez a kis türelmet, keresek egy tollat, és ez pont most fogyott ki, de van a fiókon be egy ceruza, bevertem ott, szerencsére megtehettem, hogy viszonylag gyakran járok hévízre, és a fizikoterápiás lányokkal dumálunk, mit főztél meg minden. Telefon megszól, azt mondja, hogy fizikoterápia, orvosi vagyok. Mondom, megbetegedtél közben. Hát ez a fejhang, vagy amikor a buta felnőtt a utcán a kisgyereknek, hogy a kocsiba a gyerek, hogy jaj, te kis, a gyerek ott esik ki a kocsijából. Szóval ez a fejhang, ez mindenképpen hamis. Ami sajnos nagyon gyakori vokális, ez az erős hangos beszéd. Rengetegen beszélnek hangosan. És a hangos beszéd Európa-sában agresszivitás jelent. Svájcban a rendőrezékünkben fel is szokta írni.
Pedig ő nem agresszív, csak hangos. Miért hangos? Már ott van fülébe 10-20 év a Walkman, meg az iPadban, dobol a fülébe, és dobhártya, hogy megsírul, a belső hangot nem hallja, ezáltal hangosabban beszél. Tehát, ha kollega, ismerős, barát, családok, akkor rá, már megint hangosan beszél, rá kell szólni. Ha meg vadidegen, hát igen, én a lakosságot is nevelem. Még eddig nem vert meg senki, de imádom. Na, buszon ülök, szembe ül velem a kicsaj, 2C-es kicsaj. Hogy, hát utána a Dávid megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit néz? Ám mondom, azt hittem, nekem mondja. Na most ez persze akárkivel nem lehet lejátszani, ha olyan valaki beszél velünk hangosan, nem agresszív, csak hangos, hogy nem, ezt nem játszottuk, akkor hogy kell őt leállítani, kezdjük el nézni a száját. Mert szemkontaktusnál nyilván nem a szemébe nézek, az a szemezés, hanem az arcát nézem. De ha hangosan beszél, akkor meg csak a szájára központosítok, és akkor ő a valahogy befog állni vele. Nagyon sok a vokális hiba. Amire ezt föl lehet használni, ez két dolog. Az egyik, amikor azt mondom, az európaiság nem negatív és nem vág oda, de valahogy meg csak ki kell mondani, mert a fejemen kinül. Erre találtok, ez az ilyen lányomnak mondom, menjem is értse. Ez a meta beszéd, én imádom. Napi egy, mert az érdemes élni. Az ember, mert ez nem a beszólásnál, abban a percben megbántom. A metán meg el kell neki gondolkodni. Ez isteni. Egy példát mesélek el, valamikor 15-20 éve, egy pesti aluljáróban március 29-én történt, és a kokárda az két nap jelképpen 15-én hordjuk, ez 29-én volt, odalép egy ekkora hozzám, hogy rajtad miért nincs kokárda? Mondom, ugyanolyan jogom nem hordani, mint neked hordani. Hát még mindig ott áll. Tehát egy rossz főnök mit mond? Írd át, ez nem jó. A jó főnök mit mond? Hogy ez a második bekezdés milyen jól sikerült? Hát akkor is át kell írni. De mennyivel szívesebben megy neki az ember. Tehát, hogy mindig valami jóval kezdjem, és aztán mondjam a rosszat. Tehát nem szabad odavágni karakánul, mert akkor becsukódik a másik, hanem de szép ez a harisnya, a cipő nem anya, de ez a harisnya. Tehát már ronda volt a cipő. Tehát valahogy igyekezzük az együttélésünk kulturáltsága, hogy igyekezzem nem megbántani, mert attól nem győztes leszek, hanem vesztes leszek. És a másik, amire föl lehet használni, agresszív, üvöltő ember kezelése. Egyre több ember üvölt, hogy lehet őt legyőzni? Hát üvöltve nyilván nem. Itt áll és üvölt. Az első egy szellemi, agyi rákészülés. Ha megengedik, egy mély filozófiai műből hoznék példát parafrázis szinten, amikor azt mondja Malacka a Micimackónak, hogy te Micimackó, mit csinálsz, hogyha egy borzalmas fene vagy, azt mondja, hogy hú. Hát azt mondom, hogy trallala. És azt mondja neked másodszorra is, hogy hú. Hát azt mondom másodszorra is, hogy trallala. És azt mondja neked harmadszor, hogy te malacka. Harmadszor nem fogja mondani. Itt áll és így volt Micimackó effektus, már lenyugodtunk, az embernek ez a jó belső nyugalom van rajta. Arcunkra felvesszük ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva. Na most nevetni azt nem szabad, mert kilóg a lóláb, hogy az ember ne nevesse el magát, mert sokszor nem van, nem volna szabad, amikor kéne. A szemöldököt kell összehúzni kicsinkét, nem teljesen, mert attól nevetünk, hanem tartani kell olyan középpásba, és akkor nem tud fölmenni a száj, és nem szabad megszólalni azt se, hogy de, vagy én, mert akkor ne szólja újra kezdi. Hagyni kell. Ez annyira jó, az ember áll belül már igen nagyon kacag, az meg ott igen nagyon üvölt, és amikor kipukod, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Isteni! Na most persze, hogy ő ezt fölfogja, kell egy 95-ös IQ, alatta nem megy. Vagy ha fáradt, akkor se nem megy. Mi van, ha nem megy? Egyszer Micimackó, kétszer, és még mindig üvölt, az a harmadik, hogy megérhetem? Ezt a hangnemet velem, azonnal fejezze be. Milyen csend lett. Tehát lefogyok, és azt halkan mondom. Azt már mindenki megérti. Ez idevédben is már reggel így menni, nem tudnak majd még lejjebb menni belőle. Például voltak beosztott, de nem volt fegyelmeznem a munkatársam, mert ment a munka. Úgy mentem ki hozzájuk, hogy az a feljegyzés elment háromig. És mindenkibe így szakadt be a madzag. Tehát ezért mondom, hogy a pozitív az mennyire fontos.
És nem mondhatja, hogy pimasz voltam, mert én rám volt írva, hiszen elsőre mindenki lát. A látott információ. Ez annyira igaz, hogy például a képi sajtóban, akár fotón, akár tévében, ez 74%-ig is fölmegy, mert látok, nézd már apa, milyen nyakkendő van rajta, már megint nem csak adott, meg mit mondott, nem tudom. Tehát az ember lát. Tehát az intelligencia, hogy milyen hamar érünk vissza. Egyszer meghívtak egy tanácsadásra szintén egy céghez, ez a General Management Consulting Limited and Company, ez a műgyep, műportás, minden volt, és igazgatónő ilyen övnyi szoknyába fogad. Ez meg nem takar, hanem mutat, combon van, agya nyilván semmi, ha ezt mutogatja, én elmegyek haza. Á, mindegy, már leülök vele. És kiderült, hogy a nő okos. De ráment másfél percem, és hölgyeim, uraim, ma már nincs másfél perc. Elsőre döntök és ítélek. Na, nagyon-nagyon keményen kell ezzel foglalkozni. Ez a testbeszédöltözködés, most ezeket nem akarom hosszan taglalni, mert az önmagában is rengeteg idő volna. A testbeszéd egy-kettő csak. Ez a bizonyos váltömés a fülibe. Ráncolódik minden, de érdekel. Nem hiszem, mert ma az figyel rám, aki ezt a felső mellkasát felénk fordítja. Mikor anyukánk mondta, hogy nézd rám, ha beszélek hozzád, nem így kellett így. És ezt bezárni nem érdekes. Most ez zömmel a férfiak teszik fel, a nőknek ugye a mellünk útban van, de a férfiaknak gyakran fölmegy a férfiaknak. Miért teszik ide föl a férfiak, mert mit csináljanak vele? Pedig egyszerű, itt van a vállam, ide nőtt ki a két kar, itt a helye. Ne, ez itt lóg, ez lóg. Helyette a fiaknak van az ilyen szabadrúgás fogas, az ilyen... Ez akkor jó, ha nem beszélgetnek, gyülekeznek, de úgy beszélgetni, hogy hogy van. Nyilván nem, ezt le kell nyitni. Na, zsebre dugott kéz. Hát ugye nagyon nem bírjuk, hogy én nagy ember vagyok, itt nem nagy senki, leszólást érzünk benne. Ezzel mit lehet csinálni? Uraim, kezdjük a fiúkkal. Önökkel, uraim, szemben áll egy férfi zsebre dugott kézzel. Önök, ahogy szemben állnak, ugye férfi emberként, önök a bal kezüket, tehát ő a jobbot, akkor önök bal kezüket, tükörmozgást tegyék zsebre. Mi nők meg csípőre. Nő zsebre a kezét soha nem rakhatja. Igen, alternatív szexuális szokásokra utal, meg nem is ilyen asszonykorusba, hanem ide. Tehát, hogy érzékeli, kiveszi. Mindjárt beteszi a másikat. Meg hát nagyon randa urak, hogy beteszi a zsebébe, hogy a nadrág hátul megfeszül. Nem minden férfi fennék szép. Meg hogy a zakó mer rájön. Egyszer fölhívott egy férfi, hogy kedvesi, hogy a kezem a zsebbe dugom, akkor előre felálljon a zakó, vagy hátrafele. Mondtam, ne dugja a zsebre a kezét. Tehát nem igazán. A derék alatt nyitom, zárom, tehát az a legbiztonságos, ha valami tárgy van nálam, egy toll, vagy az A4-es mappa, tehát sokkal egyszerűbb, hogyha az ember úgy van, ami tart a kezébe. Ha meg nincs semmi, akkor meg javaslom mindenkinek a hátul összefogott kezet. Na most nem ilyen ezredes úr, hanem ez a tenyér a tenyérbe, ez a figyelő, hogy előre billeni, ilyenkor ez a Habsburg Otto, Károly herceg, azt jelenti, hogy figyelek rád. És ez talán a leginkább lényegre törő, amit most elmondok, és emiatt jöttek ide, a ráfigyelés. Ugyanis aki én rám figyel, hát az milyen rendes ember. Hát annak én mindent elhiszek. Hát én rám figyelt. Na én ezt ott fönn gondolhatják, volt kint kipróbálni. De Kőbányán 10 emeletes panel, 10 emeletnél az elszegényedett tisztaságmánia, plecika, emberre ott nem mondanak, engem kedvelnek. Hát tipik egy drága teremtés. Ugye miért jó ez nekem kommunikációs cél, mert az én lakásomban nehezebb betörni, mert hogy ibike. Hogy értem én ezt el? Van a földszinten a Margitka. Kivétel nélkül minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen 2. Lehet, hogy férfi, ez a kútmérgező típus. Áll a kapuba, ő a házszervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig eljut mindenki. A sikeres életúthoz, higgyék el nekem, 2 lépcsőfok visz. A mi újság után kezdjenek el mindig figyelni arra, hogy mit mond. Az emberi agy működésében ez maximum 1/2 perc, hogy leáll, visszajön. Rájövök, hogy 1/2 perc alatt, hogy miről beszél, és a csúcs siker aranykulcsocskája, kifejtő kérdést kell föltenni. Tehát nem azt, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága? Elkezdi mondani nekem, erre meg nincs időm. Tehát, és hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszila. Az egész nem több másfél percnél, és egyszerűen nem tudott utálni, már ezek kórházban is volt. Tehát a kifejtő kérdés, hogy első munkanap egy munkahelyen mindent kérdezni kell, amit tudunk azt is, őt tegezzük vagy magázzuk, ez a dosszióban van, már annyira helyes, hogy kollégánk van, hát a Szegeden végzett, persze nagyon nagyszerű, annyira akar tudni, állandóan kérdez engem.
ez mindenkit lenyugodik, hogyha befogadja érzelmileg, akkor ki is, akkor föl is segíti, hogy menjen följebb, hogyha tényleg megvan a tehetsége. Tehát a kifejtő kérdés falakat bont le. Még egyszer mondom, erre menjenek rá, mert megéri. Tehát a hátul összefogott kéz. Na most, hogy a ráfigyelés hogy kell produkálni ülve? Most nem azt mondom, hogy hogy illik, hanem miért. Ugye soha nem szabad elfeküdni a széken, mert akkor megint a gravitáció győztok a minden ölefre. Egyenes derékkal. Na most ilyen fotelben, meg ilyen süpödösökben az ember beleül, hát onnan másik kettő veszi ki. Ha meg bemegy, akkor meg a lába áll föl. Tehát ilyen süpödösnek karfánál ülök, és a karfával tartom a derekamat egyenesen. Na most mi nők tesszük a lábunkat föl, Erzsébet Károly nem tette föl a lábát, ugyanis, hogyha én tanult emberrel kell győznöm, akkor semleges módon kell ülni, tehát zárt térden jobbra-balra. Ha fölrakom, akkor meg nagyon mellé kell szorítani, és mihegy kívül van a láb és lábrázás cipőkibe, az egyértelműen női szexuális felhívás. Minden, ami a lábra viszi a figyelmet. Hát urak mennek az országúton kocsival, ott állnak a lányok. Honnan tudni, hogy ki vár a buszra, és ki a... munkanélküli szövőnő, mi van a lábán, necharisnya, a piros cipő, rogyózom a szögekekben, lemegy a figyelem, már ott vagyunk, ahol különbözünk, tehát ne rázd a lábad, innen van. De a férfiaknál van ez az ételem nagy terpeszbe, oki meg a Majka, meg a Győzike. Vezér, hím, oroszlán, mikor a hátán gömbölyödik, terpeszt feszít. Vagy a szarvasbikák harca, szarvasbőgéskor. A bika nagy hátsó terpesze. A comb belzsódának a mutogatása ez a vezér hím jele. Magyarán, minél nagyobb a terpesz, annál kisebb az agya. Nem mondunk hosszú szavakat. Meg van ez a férfiaknál, ez az ilyen biznisz, ez az ilyen figyelek, mondja csak figyelek, mit vagyok én, itt meg ott van a lába bezárva. Oda szólok ilyenkor, hogy nem esett le valami? Azt mondja, hol? Tehát, mert különben nem figyel rám. Tehát rengeteg látott információ, most nincs időnk erről hosszabban beszélgetni, de a testbeszédről mondom, én, hogyha tényleg van úgy időm, akkor ez legalább egy órás töm, mert rengeteg minden, hogy hajjal, játszadozás, és ugye sok minden benne van. A öltözködésről, van már, igen, a testbeszédről ugye ezt mondom, ha már zsebre dugottak kéz, akkor begombolt zakóval szabad, kigombolt zakóval pocimaci. És hogy csak folyosón megy, férfiak úgy dumálgatnak esetleg, de ha már komolyan beszélgetnek, akkor már nem lehet zsebre dugóval kéz. Ugye a zárt térdeülés, és ha már föl van, akkor mellé szorítom. Hát ugye ez a pasimon láthatán, ez meg a vezérhím. Na, öltözködés. Tulajdonképpen egy mondat. Azt kell fölvenni, amit el akarok magamról hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehér köpeny vérnyomásmérővel az orvos. Vérnyomásmérő nélkül az meg pék. Vagy hentes. Ránézek, eldöntöm. Tehát nagyon fontos, tehát az ember nem megy el a strandra egy angol kis kosztümbe, igaz? Tehát vannak azért szerepek. De amikor a tanult ember szerepről beszélek, és arról szeretnék én inkább beszélni, a tanult ember szerepembe, a rendezettséget kell, az eleganciát kell. Az elegancia az nem pénzkérdése. Egy szoknya, blúz, egy sál és elegáns. Tehát az valahol bentről kifelé. Elegáns ember nem késik. Elegáns embernek az asztalán rend van. Elegancia bentről kifele jövő dolog. Tehát valahol erre kéne törekedni. A tanult ember szerepünkhöz képest egyik vezető, hogy mi a divat. Aki arról híresül, hogy napra készen állandóan brand new divatos, azon nem szoktunk beszélgetni Nietzsche és Kierkegaard filozófiai különbségeiről. Erre már neki nem maradt ideje elgondolkodni. A másik veszély pedig a sportosság. Sajnos, amit látok, és járom az országot sokfelé, a sportosság. Minden médium sugallja, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem menj be. Hát pedig azért az. Na de sportolni megyek-e én oda? Annak a Nemzeti Bankban enyhe nyomásomra etikai kódexbe beírták, hogy munkatárs nem léphet be a bank épületébe kékfarmerbe. És nem azért, mert találkozik-e ügyféllel, hanem a ruha visszahat ránk. Olyan sportos vagyok már, egy két fekvőtámaszt itt már lenyomok, vagy kamatláb, vagy mit kérdeztél? Nem sportolni, megyek oda. A tanult ember, aki nőből van, ezt tudja minden. Ő szoknya, blúz, egy blézer, kosztüm, egy topalebbű, nem lehet baj, egy ruha a kabátkával, tehát valami három legyen rajtunk, szoknya, blúz, egy sál, valami három. Lehet nadrág is, de a nadrágnak ma már elfogadják, le kell érni a bokáig, mert a boka fölött 10 centivel hova viszi a figyelmet, vagy ami még rövidebb, vagy esetleg nagyon rövid. Hát ahon különbözünk, tehát az már a dögös szerep.
a szoknya hossza, ugye övnyi az nem takar, hanem mutat, combon van, agyam nincs. Fél combig érő az akkor jó, ha valakinek gyönyörű szép a lába, és nem múlt el 25. Na jó, 30. De itt aztán vége. Mert önmagában a szép lábna, amikor medvecki onnan gyönyörű, hosszú szőke lábaival, elment a sztoribába a mini feketébe, piros farkakkal, hát mindenki rögtön, mert korához nem volt való. A térden fölött 2 centi, az a tuti, mint Katalin hercegnő is, ugye fiatal karcsú, és mégis tért fölött 2 centivel. A szoknya addig ír, amelyek a slice volt, eddig leért térdig, és hátul eddig fő van vágva, akkor bugyiba volt aznak. A felső részünk, a tanult ebben szerepben lányok nyáron sem lehet ki ez a vállöv. Ez minden kultúrában a nőt jelenti, ugye a húst. Templomba be is kell takarni a vállunkat. És a dekoltázs, ugye az minden nőt, ugye egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem tanárnő, ott kezdődik. Tehát minél inkább kirakom a bögyömet, annál inkább effektíve a bögyömhöz fog beszélni. Nem tud máshol. Nem régen voltam benne, a céges ügyemét intézi a bank, és a lányok ott, az ügyintéző lányoknak egyen blúzuk van, előgombos, és a kislánynak ez a gomb, ez már csak így rá volt húzva. A férfi meg ott állt, hogy mikor nyúl már hátra vagy? Mikor hajol már le vagy? Nem bírt leszakadni a látványtól. Na, a harisnya ugye a nőknél, ugye ez a harisnya, ez valahol motoszkál bennünk, mert ahogy mondtam, ezek a konvenciók, ezek több száz éve rakódnak. Ez a harisnyával is van valami. Van egy olyan könyvem otthon, hogy a nagyvilági hölgy tanácsai, a könyv 200 éves, ilyeneket tud leírni, hogy urinő nem fogja meg a kilincset. Hát azért jó sokáig kimekben maradnánk, azért vagyunk be őszintén. De ha mondjuk egy férfi nekünk kinyitja, akkor csak megköszönjük, mert jól esett. Ez a könyv, hogy urinő mindig harisnyába jár, mondta, amikor térdig ért a harisnya és földig a szoknya. Ezt ma már nagyon nehéz megoldani. Protokoll főnökét vagy azért szenvedtem, hogy 40 fokban harisnyában meggyulladok, vagy azért szenvedtem, hogy nem vettem fel, mit szólnak, és jött Diana hercegnő, Antal József fogadta, rajta a kis kosztüm, elől zárt, hátul pántos cipő, táska kesztyű, és nem volt rajta harisnya. Én a saját szememmel láttam. Ez egyenletesen barnult, sima, és nem volt a sarka főkérgesedve. Sima lebarnult női láb, és én mindenkit felmentek lányok harisnyal. Nyilván ceremóniákra föl kell venni, és zárt cipő, tehát körömcipő az nyilván. A nejlon térzukni az csak nadrág alá, a szoknyából kivillan, ott maradok. Tehát az nyilván. És egy nagyon különösen pedagógusokhoz szólok most különösképpen. Lányok, ez a papucs, ez a lemegyek ma, meg felmosom a csempét, derekán a kardigán megkötve, fityeg ittem, mert hogy vesés. Jaj, megyek a fénymásolóba, te, hogy én nekem mennyi dolgom van, na az uram is söver. Ez a papucs, benti cipő, mint fogalom. Papucsban minden nap szerda van. Benti cipő meg holnap csütörtök. Benti cipő, szokják meg. Gyakran járok iskolákba, pedagógusok, és egyik igazgatónő egyszer fölhívott, hogy három nap múlva, hogy Ibike, már 3 tanárnő nem jár papucsba. Mondtam, van Isten. Mert fájós láb, hát enyém is fájós, hát van mit tartani neki. Benn van egy másik cipő, cipőváltás, jaj de jó. És ez a 2 cipő, ez nem pénzkérdésem, ezt állandóan csak bent használom, és fölváltva. És kitart 2 évig is. Hát nem azt keresem, hogy miért ne, hanem hogy igen. Tehát az a papucs, ez valami rémálom. Na, a férfiaknál. Tanult ember, aki férfiből van, a székelyparaszt ember, mit mondott, tanult ember az a pantallós. Mert ugye a bőszáró gatyához képest a szabott nadrág volt a több. Ma mi a több, uraim, az ingnyakkendő. Annak hiszem el, hogy ő tanult ember. Bemegyünk egy Tesco-ba reklamálni. Ott egy férfi ingnyakkendő köpeny, hát ő a főnök, nem? Egyből tudjuk. Ütközésig föl kell a nyakkendőt húzni. Ez már rossz. Ennél rosszabb, amikor kigombolja és úgy húzza le, ezt hívják úgy, hogy letolt gatya. Akkor már inkább vegye le, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot meg kell gombolni, mert a begomboltig nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell, nyilván nem szügyig, és a gallért, uraim, soha nem szabad kihajtani. Ez a nők, ahogy kihajthatják, a férfiaknak nem szabad kihajtani, tehát mindig belül. Ezt a lányok miatt hoztam. Mondják a lányok, hogy az ingnyak meg kit érdekel, de csak mondom. Az inghez
a rövidújú, hosszújú kérdéskörhöz is. Ugye az egész világon ma már középszintig elfogadják a rövidújút, de középszintől fölfelé már hosszújú. Tehát politikus, diplomata, ott azért ma hosszújú, vagy bankelnök, ilyesmi. De uraim, vagy rövid, vagy hosszú. A hosszújú ing így fölgyűrve, az éppen megy mosogatni, az egyik se nem. Csak szoktam mindig mondani. De Obama is így hordta. És azért haragszom erre a példára, mert Amerika, ugye körülbelül az USA-ról beszélünk, olyan 201 néhány éve létezik. És eleve demokráciának született, tehát ő az elnök egy az emberek közül. De európaiságunkban, ha belegondolnak, pár ezer éve mindig volt hon egy király, hon egy császár, hon egy földesúr, mindig fölnéztünk, aki bennünket vett. Ő nem egy közül lem, mert ő a miniszter, tehát fölnézek rá. És ezért ez a fölgyűjtött inket, ezt nem szoktam szeretni, nem szoktam Obama hasonlattal nem szeretek élni. Na, az ing azért legyen világos, mert az emelik ki a tanult ember mi voltukat, tehát ne legyen túl sötét. Lehet mintás is, csak ne legyen sötét. A fekete ing, meg netántán valakinek van, azt így darabolják, földobják ki az egészet. És fekete ing, pláne ezüstnyakkendővel. Hát én azért megszámolom, megmaradt-e minden ujjam a készfogásnál. Meg a temetéseken, most gyakorta látom a temetéseken, a férfiak a gyászjeleként fekete öltöny, fekete ing, fekete nyakkendőt vesznek föl. De ez nem a gyász, ez a mafia. Hogy az a fekete öltöny, fehér ing, fekete nyakkendő, az gyász, de a fekete inget felejtsék el. A zakónak a legalsó gombját mindig be kell, a soha nem szabad begombolni, a középsőt meg mindig. Tehát amikor polgármester bácsi bemegy a tévébe, az végig begombolja. Hát a lentről számítva az elsőt kell, ezt mindig. Ha leülnek, gombolják ki, meg különben tyúkmellyük lesz, és ahogy állnak föl, egyet mindig be kell gombolni. Ne kezdek el gombolkozni, mint a parlamentben, hogy nem tudom, mit akarok mondani, mert begombolom, eszembe jut már valami, egyet kell begombolni. Zakót levetni, azt a fogadófél ajánlja föl. Tehát vendégre, hogy nem meleg van magán, a levetem, ma azt nem lehet. Meg kell várni, még a fogadófél ajánlja föl. Maszekban meg a rangidős hölgytől kell engedélyt kérni, hogy mi férfiak levethetjük-e. De leginkább a rangidős hölgynek kell annyi eszének lenni, azt mondja, hogy uraim, a meleg miatt a gondják, vegyék le. Tehát inkább a nő kezdeményezze. Na, a férfi nadrág akkor jó hosszúságú, hogyha a cipőt a sarokra már nem ér le. Ebből látszik, hogy tanult ember nem hord bermudát. De azért lányok, bermuda, vékony szőrös lábszár, zokni, szandál. Hát szép. Egyszer egy férfi hívott föl, vagyis írt nekem egy levelet, hogy úriember a szandálba húz-e zoknit. Hát mondtam, úriember nem húz szandált, ott indul. Legfőjebb, ha nyarol a vízparton, akkor meg nincsen benne az zoknit, de legalább megkérdezte. Ha nincsen ez a bugy, a nadrág rövid. Ha túl bugy van, az már sok. A három bugy meg a harmonika, tehát egynek kell lenni. Itt átugrottuk a verbális részt. Arra mennék most vissza, az a 7%-ra emlékeznek. Amikor megszólalunk magyarul, és azt nagyon kérem, vagyunk elegen, egyenként hagyj kérjek meg mindenkit, terjesszük és segítsük megállítani ezt a végtelenül csúnya beszédet. Borzasztó, ahogy elterjedt. Minden ez a vaze. Szörnyű. És erről nem a szülő tehet, és nem a tanár tehet, erről a média tehet. Mert a tévében úgy, ahogy kifütyülik, de a rádióból meg ömlik. És van ez a, hát a politikáról már nem is beszélek. Na? A rádióból volt ez a Bumerang című műsor, ez már megszűnt. Egyik műsorvezető, ez a Lábbeli Gábor. Ez megint mikrofonnál, most ilyeneket mond, hogy most a Hillblock következik, én meg addig elmegyek pisálni. És higgyék el, Arnáni öltöny, Gucci cipő, lanzsinóra egy pisálni, és kiírta magát, nem kultúrember. Hát vagy egy Grécsi László cikk van most a neten, nem elég régóta kering, hogy a B nevű igével el lehet mindent mondani. Elből, megből, összeből, szétből. De a magyar nyelvfogás, tehát azt mondja valaki, hogy úgy ebtam, akkor azt mondom, elrontottad? A magyar igével kérdezek rá vissza, hogy tanult meg, hogy ezt így kell mondani, hogy elrontottad. És már valami kicsit beljebb tudunk lenni. Vagy legalább csodálkozzunk, hogy mondtad. Nem kéne. Persze vannak indulatszavaink, mondjuk a körülbelül az ajtót rácsukom, akkor nyilván nem azt mondom, hogy ebugatta. De azért a napi szóhasználatunkban próbáljuk ezt megállítani, mert nagyon elterjedt. Hát nem akarok nagyon belemenni a napi politikába, de hogy egy képviselő nőnek, egy másik képviselő azt mondja, hogy menjen a anyába, és ő kimondta, hát ettől én elájulok. Tehát a régebben, mert ugyanis a
hát ha már politika, mindegy, most már elmondom. Néha hallgatom elég gyakran ezeket a parlamenti adásokat, én nem tudom, ez mazohista vagyok. Régebben még a humor, meg a gondolkodós humor benne volt, hogy egy Tordján Kunce vita. Hát az embernek a szájába a nyál összeszalad. Milyen istenék voltak azok. Ma meg, mivel nincsen intelligens humor, sőt, semmilyen se, vagy másik se, de mindegy. Most meg ugye a durva szavak, hogy arra kapom föl a fejem. Csak nem jól kapom, nem jól kapjuk föl, tehát nem kéne engedni. A másik általános tanácsom, hogy nagyon kell tudni, hogy kivel beszélnek, mit ért meg a másik. Azt mondani az egyszerű szülőnek, hogy a gyereknek megvannak a kompetenciái. Azt mondja, csak nem elvesztettem már megint. Hát, amire van magyar szó, azt mondjuk már magyarul, tehetsége, képessége, tehát nem kéne mindent idegenül mondani. Meg hogy tegnap voltam az ügyvédornál, te milyen egy okos ember, azt mit mondod? Én nem tudom. Tehát a másik mit ért meg, mert nem az a, hogy úgy mondjam, truváj, hogy én ilyen szavakkal szofisztikáltan beszélek, hanem hogy ő megértse. És a harmadik általános tanácsom, a nyelvtanilag hibás beszéd olyan, mint a szájszak. Hogy beszélnek még eleink is. Baba meg a bamben, az már tök egyforma. Már azzal lassan kezdek meg is, hogy voltam az iskolába. Még ezt úgy azt mondom, már lenyelem. De éppen 2 hete volt egy politikus, aki nagyon oda akart figyelni, és azt mondta, hogy amikor a tanárnő belép a tanteremben, na akkor röhögtem. Szóval ez azért meg kell, hogy valljam. Meg hogy én, mint képviselőként, én nekem az már egy 2 együtt sok. De ami leginkább hiba, és tanult emberek is tévesztik, hogy az Európai Bizottság aki, az országok között Luxemburg aki, az a cég aki, az meg ami. Mert van aki, aki élőlény, az ami, ami meg fogalom vagy nem élőlény. Most mindenki élőlény, a spongyabob világát éljük, a drágos szivacsok itten szaladgálnak az utcán, meg mind. Ez a léci, léci, köszika, puszika, vacsira volt, paci, pöri, kovi, ubival. Ez a léci, tünci, pünci. Hát a Facebookon egyik komment azt mondja, hogy komcsi, kérdőjel. Mondom, ez kit kommunistázott ez itt elő? Hát ugye az a komoly, most tudtam meg. Tehát ez a tünci-pünci, vagy ahol lakom, ott van egy kis bolt, mondom, Szilvike, a maradt még egy kenyér. Ó, persze, Ibike, ő jó lesz, ő. Hát mondom, majd leülünk este, megiszunk egy sört, vagy elbeszélgetünk, vagy mit. Ez az őt, azt a dossziét kérném őt, hát majd jön le a falról. Tehát valahogy ezt próbáljuk megállítani, mert ez halálosan. Én megértem, hogy a fiatalságot mindenki isteníti, meg fiatalnak lenni jó, de óvodáskorig még kell visszamenni, nem? Ez a léci-léci köztikápusz. Na, a tegezés-mankázásról akarok még mondani 1-2 szót, nincsen már túl sok időm. Ma mindenki mindenkit tegez, de ez nem normális. Ugyanis Európa magázódik. Aki beszél francia, német, orosz, ahol van külön te meg ön, ott tegezik, hogy rokonnak kell lenni. Nálunk meg boldog-boldogtalan tegez mindenkit, és ez nagyon sok embert orba vág, ugyanis tudja mindenki, hogy azzal lehet tegeződni, akivel társadalmilag azonos szerepet töltök be. Együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. Egy konkrét példa, hogy az első Orbán kormányt is szolgáltam 9 hónapig, és a kabinetmunkatársak, fiatal srácok, tudományos főmunkatárs öltön, nyakkendőbe rengeteg jöttek hozzám kérdezni, és hogy beszéljek már a parlamenti őrséggel, hogy a kapuban álló katona ne tegezze őket. És nem azt mondtam, hogy elszálltak, azt mondtam, igazuk van. Van ez a 2 26 éves srác, egyik szerepen nézi meg van a parlamenti belépő, a másik kormány döntéseket fog koordinálni. Hát a szerep más. Tehát akárkit nem lehet. Annak ellenére, hogy most elterjedt, hogy az angol jó az a te. De ez egy téveszme, az angol csak a jó Isten tegezi. Tehát ez nem igaz. A tegezés szabálya, ha csak nő van, és rangtól függetlenül, ez korkérdés, idősebb nő a fiatalabb nőnek. Ha csak férfi, idősebb férfi, fiatalabb férfinek. Vegyesbe viszont kizárólag a nő kezdheti el. Tehát az, hogy uraim, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Üzenni kolléganővel, szólj már neki, hogy kezdje el, de egy férfi ezt nem indítványozhatja. Ha azt mondja az a fiatal kolléganőnek az igazgató, hogy szerbusz, nálunk tegeződünk. Megtisztelő igazgató úr, köszönöm szépen. Ott van, én is majd felajánlom, akartam még kicsit várni vele, de hát mennyire megtisztelő. Tehát egy kis, akartam én is mondani, tehát egy kis legyen benne egy kis ilyen bűvész mutatvány.
Mit csináljunk, ha olyan tegez le, akivel nem akarnék? Vagy idegenként belép, azt mondja, hello. Ez meg nem egy szó. Mondhatna azt, hogy Zeller. Ne? Annak legalább értelme van. A hello-ra, az hello az a már kialakult szia, szevasz, ott rendben van. De vagy idegenként hello-ra válasz, jó napot kívánok. És nem jó napot vegye le a kalapot, olyan laggatját, hanem jó napot kívánok. Ez nem érti meg tovább, tegez. A második az, hogy hol is találkoztunk? Vagy a múltkor már tegeződtünk? Vagy apukám házában lakott? Urak, ha ezt érzékelik, hogy hol is találkozunk, azt jelenti, hogy ne tegezzék, csak szépen van mondva, akkor tovább magázódni kell. Nem kell elnézést kérni meg sem, hanem onnan magázódnak. Ez a hellós nem érti meg, még tovább tegez. Akkor az az ilyen, hát szervusz, fáradjon be, bocsánat, fáradj be, foglaljon, foglalj helyet. Kérsz egy kávét? Eltéveztem, és nagyon látványosan kijavítom saját magam, mert azt azért már észreveszem, ha nem, akkor meg le voltunk tegezve, de legalább próbáltam ellene tenni. Utolsó utáni lehetőség, van egy olyan szabály, hogy akit egyszer tegeztem, még élek tegezni kell. Az óvodába jártunk Gézukával, szia Gézuka. Gézuka meg valahol közben elnök lett. Valaki valahol mindig elnök, ha más nem a lakóbizottságban. Akkor szervusz elnök úr, vagy szervusz Géza, a tegezést tartom, csak a reverenciát teszem hozzá. Tehát ezért mondom, hogy ez, és hogy legközelebb én magázom, akkor neki rá kell jönni a tegezés, akkor én nem akartam volna. Tehát, hogy már tegeződtünk, ezt meg nem mondjuk ki senkinek. Az ön és maga, hogy ön a nagyon távolság, maga az a szint, vagy lefelé. De nem kell kimondani. Rossz reklám, hogy és akkor majd ön látni fogja. És akkor majd látni fogja. Tehát nem kell beszuszakolni. Ha oda kell valakihez fordulni, akkor meg kell szólítani. Ugye, hogy kell megszólítani? A legjobb, ha a rangja megvan, rangú rangasszony. Az úrhölgyet azt nem javaslom. Jön a levél, hogy özvegy Szabó Gáspárné úrhölgynek, alsó sor 3, az a néni nem meri kibontani. Mert az nem. Az úrnő, hát az meg egy szakma, mert vagy szobalány, vagy úrnő. Tehát rangú rangasszony. Ha nincs rangra, akkor lehet csak a név, ugye Kovács úr. És annak idején a nyelvészek azt mondták, ez 90-ben, vagy a 90-ben nekünk kellett megtudni protokollnak, hogy a elvtárs után mit mondjunk, hát a nyelvészek döntötték el, hogy ha nincs rangja, akkor keresztnév és asszony, de az nem jó. Mikor Orbán Viktor, hogy az Ibolya asszonytól megkérdezzük, én néztem, hogy kitől. Mi akkor mondjuk egy nőre, hogy keresztnév és asszony, most belegondolnak, ha valakinek a férjét ismerjük. Azt halljuk, hogy Dalma asszony. Ja, Mádliné. Anikó asszony, az az Orbán felesége. Beja asszony, tessék, Beja. Tehát az Ibolya asszony, azt jelenti az Ibolya asszony, hogy nekem van egy, lenne mondjuk egy nagyon gazdag szájszerves professzor, úrom, hál' Istennek nincsen, akkor a professzor felesége le, a professzorné az Ibolya asszony. De a saját jogomon Ibolya és magázás, tehát nincs más lehetőség. És ha nincsen nevesem, akkor lehet csak az uram, asszonyom, kisasszony. Uraim, nem minden nő hölgyem, azon látszik. Ugye a Hermelin szóból származik, kis tülfátyol, az a hölgyem. A néni a piacon a két kaspolyával, az nyilván asszonyom. Ez hölgyem, kihez szólt, kedves? Egyébként ebben mondjuk a fegyveres testületek, rendőrség, honvédség viszik a prímet, mert őknek van miniszteri utasításuk, hogy hogy kell valakit hívni, ugye, hogy a bűnöző hölgy 3-szor tölt be. Meg a baltásgyilkos úriember, hát ilyen ugrok ki az ablakom. Gyorsan elmondom, még 5 perc jó, vagy itt még kibírnak, jó, mert ugye én is később tudtam kezdeni. Honnan tudom meg valakinek a nevét, amikor bemutatkozunk itt, milyen problémák vannak. Alárendelt kezdeményez, jó napot kívánok, Szabó Gáspár vagyok, jó napot kívánok, Görög Ibolya. Egyszerre hangzik el a két név, és nem értem, hogy mit mond. Egy darabig lehet ilyen, tudja ön, de lebukunk, és valakit rossz néven szólítani, szörnyű sértés. A nevünk a miénk, mondja Szókratész. Hát én kaptam egy e-mailt, tehát Görög Zita, szeretnénk fölkérni protokoll előadást, nem mentem el. Ha nem értem, meg ne haragudjon, nem értettem, én görögben megismételném, megkérdezem újra. A másik, amikor kristálytisztán megértem, és ott felejtem el. Ez kivel nem fordult még elő. És hogy találkoztunk, csak arrébb mentünk, kész vége, nem érdekes. De ha tudom, hogy nekem vele beszélgetnem kell, meg kell őt győznöm, akkor így figyelek, hogy mit mond, és gyorsan ki is mondom. Bajzát úr, jó napot kívánok, én Görög Ibolya vagyok. Egerből jöttek, Bajzát úrék? Egerből mi újság van, Bajzát úr? Mondogatom kifele, hogy megjegyezzem. És ha találkozunk legközelebb, és nem úrikban, azt mondom, hogy azt hiszem, hogy Szegeden találkoztunk, ha megengedi, én Görög Ibolya vagyok, ha... és akkor megmondja a nevét. Ha, de a legjobb, hogyha valakinek bemutatom, azt mondom, tanítványom volt, új kollégánk,
ő meg mondja a nevét, én meg főleg, hogy milyen nevet mond. És a magyar nyelven, csak országhatáron belül van ez a Szabó Gáborné vagyok dolog. Na most hát ugye Szabóné vagy Gáborné, mert asszonyom nem lett, már tudom, hogy Szabó Gáborné. Hogyha asszony nevet hallunk, Szabó Gáborné vagyok, hogy szabad szólítanom Erzsébet? Köszönöm Erzsébet, én Görögi Baja vagyok. Azt tisztáltam elsőnek. És ha azt mondja, hogy Erzsébet, ezt különösen uraknak mondom, urak, hogy Erzsébet, akkor nem Erzsike, nem Bettike, nem Bözsike, hanem Erzsébet. Egyébként ő mondhatja azt, hogy tudja mit, szólítson Bubunak. Hát a Bece nevet azt már én, de ez Ibolykától én ablakostul megyek ki, ahon csak vagyok, annyira utálom. Na, nagyon-nagyon sok mindent kéne még, de egyet még mindenképpen el akarok mondani, most már hatodik haszakad. Ez. Az evés. Az evésről általában az étkezési illemtanáról legalább egy-két orvoszát kellene beszélnem, mert hallották azt már, hogy láttad te már enni. És nagyon szépen kérem, nézze meg saját magát mindenki, családtagot, rokont, ismerős kollégát. És ma már 10 emberből legalább 4 úgy eszik, hogy fölteszi a fatot a villára, letámaszt, és ilyen olajfúró toronyszerűen így megy. Vagy a leves, az meg a folyékony a leves, az meg úgy kijeptolja, és így. Vagy ilyen sittesen így. Ezt egy normálisabb kulturált embert meglátja, hogy sikongva hazarohan. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom, fölhagyom, de a könyökömet nem támasztom le. Tehát ezt nagyon szeretném kérni, hogy az a könyök lett, honnan jött, na mindegy. Az utolsó, ez azért rakom mindig föl, mert engem bármikor megkereshetnek. Én azért vagyok, hogy engem keresenek meg. Írjanak, kérdezzenek Facebookon, bárhol, mert az nekem jó, ha kérdeznek. Azt kérdeztem meg egy nő egyszer, hogy hétköznap lehet-e hordani brillt? Hát mondtam, irigylem a gondjait így. Hirtelen elsőre. Tehát nyilván, hogy a foglalatától függ. Na mindegy. Egyelőre be kell, hogy fejezzem, nagyon-nagyon sok telefonálás, semmiről nem tudtam jóformán beszélni, de az első indító löketet azt mindenképpen el akartam mondani. Tessék, most van idő 2 vagy 3 kérdésre még, tessenek kérdezni. Horváth Krisztina vagyok, én dolgozom egy nagy cégnek, és ott az a szokás alakult ki, hogy a vezérkar megpuszil minket. Tehát nem készcsók van, hanem... És minden reggel? Nem. Nem, Budapestre járunk, mondjuk havonta egyszer, és aha, kialakult, hogy ügyvezető, és így megy sorba, és a többi igen, nézi, hogy mivel már ő meg, hát ugyanaz, hogy akkor így sorra kerül mindenki. Igen, állunk ott a sorba, igen. És ettől ugye rosszul vagyunk, és nem tudjuk megmondani. Azt na, tudjuk, hogy ez a következő az a puszikozó, olyan kultúrában, ahol jellemzően egyvallású a közösség. Magyarországon tudjuk, hogy több egyház van, kis egyház ateista, de ahol jellemzően, és annak a vallásnak a szertartása úgy zárul, hogy a békejeleként megérintik, megölelik, vagy meg is csókolják egymást, ott ez átmegy népi kultúrába, és visszamegy a közéletbe. Tehát hogy egy francia cégnél feltétlenül hamarabb puszilkoznak. Egyébként meg én azért haragszom rá, mert valaki a legintimebb részem az arcomhoz ér hozzá. Az arcom és a lábfejem a két legintimebb dolog, ami a ruhából ugye hagyományosan ki lehet, ugye hagyományosan, amikor a kis hasza -20-ban. A láb intimitása meg egy nagyon-nagyon jó barátom van, ő mondta. Hát egy gyengéje van, hogy a nők, hát röptiba legyen. Hogyha fölvisz egy nőt a lakásra, és a nő leveti a cipőjét, akkor manadrág is lejön. Tehát ezt szoktam mondani. Az arcomhoz az jön hozzá, akinek ez ajándék. Tehát ezt ki kell érdemelni, és nem pedig ez a és kész vége. Hogy csinálj, ne haragudjon, följönne egy másodpercre, mert akarnék lejátszani valamit, hogy kell kivédeni a puszit, jó? Azt lejátszanánk gyorsan. Én nem tudok lemenni, mert akkor többiek nem látnak. Elnézést kérek, hogy ide fölfárasztom. Próbáljon most átmenni ebbe a belső szőkébe, jó? Ez az ilyen nagyon szekébe. És akarjon így rám bukni, hogy puszi-puszi, jó? Így, szia, Mizus! Mi történt? Nem löktem, hanem húztam, és sokáig tartom. Köszönöm szépen. A másik meg, hogyha az a férfi jön puszilkozni, akkor meg a kezemet befeszítem, hogy nehezen lehessen tolni neki. Igen, ez nekem is fura. De a szomszéd pici gyerek, hogy jó napot kívánok!
Dorkának? Mondom, jaj, Doranyos. Nem is értem meg, hogy köszönt. És a helyi szokás, tehát a hajdani monarchia. A gyerek a felnőttet csókolom, azt a tetszik, te férfi a nőt kezi csókolommal köszönti. Akit a papája így nevelt, nem tud másképp köszönni, uraim, ezt én megértem. Csak ha nekem azt mondaná egy fiatal ember, kezi csókolom, azt hiszem az anyjának nézne, mindegy. Nem. A gyerek felnőttnél meg. Ugye ez a jó napot kívánok azért terjedt el, mert európaiságban a kis német gyerek is guten taggal köszönt. Tehát az az európaiság a jó napot kívánok, de a helyi szokás meg a kezét csókolom. Tehát az a szerencsétlen gyerek persze tudathasadásos lesz, hogy most a nagynénjének kezét csókolomot köszönjek, a nagynénjének meg jó napot kívánok, de a helyi szokásokat fel kell tudni venni. Én azt mondom, hogy a gyerek a felnőttet csókolom hozzá és tetszik-e. És ezt csak a felnőtt válthatja át. Hogyha a felnőtt nem vált át, hogy most már tegezzél, vagy a fiúnak, hogy jó napot kívánok, akkor ezt még 20 év múlva is csókolom, szervusz. De 18 év felett megismert mindenki már fiatal felnőtt, ott már nincsen csókolom, hogy tetszik lenni. Tehát ez egy a helyi szokásnak egy überollása az európai szokásokkal. Na, be kell, hogy fejezzük, engedjék meg, mert hiszen azért lejárt az időm, tudnánk ezt folytatni szerinte reggelig. Én szeretnék átadni önöknek egy verbális ajándékot így a végén. Megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, és ha látnák, hogy így az arcukat nézni, ez nekem milyen? Na, nagyon jó. A figyelmüket szeretném megköszönni, egy Márai Sándor mondást akarok átadni. A formákról mit mondott? A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorára hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, de köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.